Köszönöm szépen az ünnepi szavakat. Kérem, hallgassák meg a Mi Hazánk című dalt, majd pedig megkérem Cserülős polgármester urat, valamint Lenyicki Anett Csomagok alapszervezet elnökét, hogy helyezzék el az emlékezés koszorúját. Végül megkérném lelkiatyánkat, hogy vezessen minket a imában, hősök. Imádkozzunk hőseim áldozatáért, amelyet kézhelyi boldog asszonyunkat, azért, hogy elhangzott szóban és énekben megvalósuljon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemben teljes, az Úr van te veled, áldott te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adj, Uram, nyugodalmat elhunyt hőseinknek, és az örök világosság fényeskedjen nekünk, nyugodjanak békességben. Nagy boldogasszonyunk, minden magyar szentünk és boldogunk, könyörögetek nemzetünkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kellemes szép vasárnap délután kívánok!